A második előadónkról, Sárvári Györgyről azt gondolom, hogy az egyik legpopulárisabb információ, hogy még az olimpia idején is ő volt a magyar női vízilabda válogatottnak a kócsa, de azt gondolom, hogy személyisége és sikere is messze túlmutatnak ezen az egyébként nem elhanyagolható tényen. Saját alapítású tanácsadó cégét vezeti Neosis néven, két könyve is megjelent már, Sématörés, valamint a Belső harcos útja címeken, mindkettőt jó szívvel ajánlom, nagyszerű olvasmányok, és természetesen itt is lehet vásárolni a Sématörés majd az előadás után. Ma este pedig a hatalmi játszmákról fog nekünk beszélni. Fogadjátok sok szeretettel Sárvári Györgyöt. Hát sziasztok, nehéz lesz ezt az előző előadást fokozni. Hát ezért megpróbálom. Ugye Anna azt mondta, hogy egy olyan témáról beszél, ami nem tanult senki az iskolában. Én egy olyan egyszerű tapasztalatról fogok beszélni, ami mindenkinek a hétköznapi tapasztalata. Hogyan zabáljuk fel nem a bolygónkat, hanem a saját életünket lelki értelemben. Hogyan szívjuk le az energiát egymásról. Ez szerintem mindannyiunknak egy hétköznapi tapasztalata. Kezdjük egy klasszikussal. Egymás, de ez az első eset, hogy segítségért fordulsz hozzám. Már az idejére sem emlékszem, mikor hívtál meg utoljára a házadba egy kávéra. Pedig a feleségem keresztanyja az egyszem gyerekednek. Legyünk egészen őszinték. Neked nem kellett a barátságom. Gondolom, féltél, hogy lekötelezett leszel. Én csak nem akartam bajba kerülni. Megértelek, te itt megtaláltad Amerikát. Jól megy az üzlet. Vagyon szereztél, a rendőrség vigyázott rád, védtek a törvények. Mi szükséged egy ilyen barátra? Erre most idejössz és azt mondod, Don Corleone, tégy igazságot. De most se ajánlod a barátságodat, magázol, mint egy idegent. Nem áll a szád a keresztapára. Meg tudnál mondani valaki, hogy mi a baj ezzel a beszélgetéssel? Milyen érzés lenne annak a fickónak a helyében lenni? Milyen érzésetek lenne? Jó érzés lenne? Tényleg, valaki meg tudná mondani, mi ezzel a baj? Fenyegető. Köszi. Megfélemlítő. Nem egyenrangú. Nem is beszélgetés, hanem egy monológ. Hát ki az, aki ne szeretne Don Corleone-nek a barátja lenni? Ki az, aki szeretne Don Corleone-nek a barátja lenni? Tehát a hatalmi játék az mindig úgy jön létre, hogy két nem egyenrangú fél beszélget, vagy jobb esetben az egyik beszél, másik hallgat, ismétlődik és nem tudatos. Ebben az esetben szerintem minden stimmel. De mondok egy hétköznapi esetet. Múlt héten történt velem, Leányfalui strandon voltam, nem tudom ki ismeri, és van ott egy ilyen kis termál medence, így reggel edzés után elmentem oda, és 370 év körüli idős ember beszélgetett a medencében, illetve egy beszélt, kettő hallgatta. Jó hangosan, úgyhogy mindenki hallja környéken, és mondja az idős másik kettőnek. Figyeljetek ide, pénzen mindent meg lehet venni. Ha van elég lóvja a zsebedben, minden nőt megkapsz. Igazából pénzen múlik minden, higgyétek el nekem. Én tudom, bárkit meg lehet venni. Megjelenik egy harmadik idős ember, elkezdi támasztani ott a követ. Kérdezi tőle a főnök, hogy hát te hol voltál szerdán? Én színházban voltam. Színházban? Figyeljétek már! Hát ez színházban jár, ennek van IQ-ja. Hát mi nem színházban járunk, hanem a kocsmában, vagy a kuplerájban. De hát ez színházban jár. Megszólal a szegény ember.
Figyelj, ne baszogassatok már. Micsoda? Hát arrébb lehet menni. Hát húzzál el innen, ha nem tudsz bekapcsolódni a beszélgetésbe. Hát te fel se tudsz nőni ehhez a párbeszédhez. Nem kell támasztani a követ, menjél el. Én megszólal az ember. Ne haragudj, hát én nem akartalak megbántani. Na jó van, azt mondja, oké. Ez múlt héten történt. Lányfalú termálfürdőben. Most az érdekesség ennek az, hogy én azon gondolkoztam, hogy oda megyek, és elküldöm azt az embert, hogy menjen át a másikba, mert nagyon zavaró. Na most azt mondjátok meg, mi történt volna akkor. Ha oda megyek és elküldöm. És azt mondom neki, mondjuk fejezd már be ezt a megalázó, megfélemlítő stílusú beszélgetést ezzel a két szerencsétlen fószerrel, és menj át a másik medencébe. De mi történt volna? Nem. Kikérték volna maguknak, hogy ők baromi jól szórakoznak. És miért avatkozom én bele az ő beszélgetésükbe? Ugyanis ezek az emberek, ezek nagyon jól érezték magukat. Ez a játék, ami köztük zajlott, ez nem volt tudatos. Igaz, hogy utána, ha véget ér ez a beszélgetés, idézőjelben, akkor a hangadó egy kicsit fel lett volna szívva energetikailag, a másik kettő meg így le lett volna strappálva. Tehát az energia felzabálás, energia rablás, a hatalmi játék lényege, hogy nem tudatos, ismétlődik, tehát a szereplők nincsenek tudatában, ami zajlik, és nem egyenrangú a helyzet. Tehát ha én oda megyek és elküldöm őket, nem is értették volna, hogy miről van szó. Ők ezt megszokták. Nekik ez így jó. Az, hogy ők lemerülnek a beszélgetés végén, és az, aki irányítja, az egy kicsit felpumpálódik, azt talán már részesen veszik. Tulajdonképpen az energia rablásnak a lényege, hogy olyan helyzetet hozok létre, ahol a figyelmet begyűjtöm tőled. De nem egyenrangú módon, hanem úgy, hogy én határozom meg a helyzetet. Te pedig gondolsz rám, figyelsz, rosszabb esetben meg vagy félemlítve, de az biztos, hogy valami olyat kapok tőled, amire nagyobb szükségem van, sok esetben, mint a fizikai élelemre. Tehát ez harc az energiáért, harc a figyelemért, az átjárja az életünket, a hétköznapunkjainkat, és nagyobb erővel van jelen, mint a harc az élelemért. És hogyan jön ez létre? A játszma célja az energiaéhség, a hiány csökkentése. A lényege ezeknek, a játszmáknak, hogy a játszmában mindig egyfajta probléma elkerülés, és nem egyenrangú helyzet jön létre. Tehát olyan helyzet, ahol az egyik ki van szolgáltatva a másiknak. Azért gyerekkorban alakulnak ezek ki, mert gyerekkorban a gyerek mindig ki van szolgáltatva a szüleinek. Tulajdonképpen minden gyerekkel visszajönnek a szülei, minden gyerek valamilyen sérülést beszed. Ez szerintem ez nem rossz, ez egy adottság. Tehát nincs tökéletes szülő, és nincs tökéletes, egyenrangú, fejlesztő szülői és gyerek kapcsolat. Valahol mindannyian sérülünk gyerekkorunkban. Csak az a kérdés, hogy az a mintázat, ami kialakul bennünk, az az érzelmi mintázat, az meghatározza az életünk további útját, vagy ki tudunk belőle lépni, és meg tudjuk változtatni az életünket. A Stockholm-szindrómát bizonyára mindenki ismeri. Tudjátok, amikor a terrorista vagy a fogvatartó és az elrabolt személy között kialakul egy szeretett kapcsolat. Azért jön létre, mert a fogvatartó néha ad neki egy kis kaját, egy kis figyelmet biztosít számára. Van egy-két jó szava, és a fogvatartót úgy éli meg, hogy szeretetet kap. És ezért a szeretetért kialakul benne egy illúzió, hogy ezt megkapja, ezt a figyelmet,
és kialakul benne egy illuzórikus szeretet, adott esetben szerelem. Tehát tulajdonképpen ez a Stockholm-szindróma egyébként nem csak a terrorista vagy az elrabolt helyzetekre érvényes, hanem az élet minden egyes hétköznapi helyzetére. Tehát ahol létrejön nem egyenrangú kapcsolódás, ott mindig belép ez a figyelmet kapok, szeretlek. Nem érdekel az a sok rossz, azt már megszoktam. Nem is érzem. Ezeket le tudja az ember magáról vágni. Ami a lényeg, hogy kapok néha egy kis figyelmet. És hogyha ez a mintázat rögzül valakiben, akkor ez elkísérheti hosszú időn keresztül. Mondok egy másik példát. Vezetőkkel foglalkozom, és a múlt héten volt nálam egy vezető, első alkalommal jött coaching beszélgetés, egy kb. 1000 fő szervezetet irányít. Elkezdtünk beszélgetni, és megkérdeztem, hogy tulajdonképpen te miért vagy itt? Azt mondja, hát mert fejlődni szeretnék. Értem. És tulajdonképpen a főnököd mit mondott neked, hogy miért gyere el coachingba? Hát a főnököm azt mondta, hogy egy külső tanácsadó az mindig jó, hogyha a jó szempontokat ad az embernek. Tehát mondom, akkor neked fogalma sincs arról, hogy miért vagy itt, ugye? És akkor meghökkent. Hát mondom, mondj valamilyen konkrétumot, hogy miért, miben szeretnél fejlődni. Hát úgy általános érvényben jobb vezető szeretnék lenni, abban mindig lehet fejlődni. Jó, mondom, akkor fogalmat sincs róla, miért vagy itt, akkor menj el a főnököthöz, és kérd meg, hogy írja le, hogy miért küldött el coachingba. Kaptam egy 8 oldalas írományt, sűrű gépet sorok, az szerintem az egy ilyen 2,5 óra egy ilyet megírni, akkor is, hogyha így jön az emberből. És akkor, hát mondom, ez iszonyú gáz. És akkor felhív a vezető, azt mondja, de figyelj már, most én bemegyek a főnökömhöz, mert hát azért ez így nincs rendben. De mondom, miért megy be hozzá? Zavar, hogy ezt írta rólad? Nem zavar, azt mondja, de hát akkor is, hát most. Hát mondom, ha nem zavar, akkor nem menj be, akkor minek? De azt mondja, zavar. Ja, ha zavar, akkor menjél be. Héten megjelenik, mondom, te figyelj már, hát most tulajdonképpen ez alapján te nem is vagy alkalmas a munkakörödre, nem? Hát azt mondja, nem. Hát én is úgy olvastam, hogy nem vagyok alkalmas. És ezt mondom, megdöbbentett téged? Hát azt mondja, nem. Tulajdonképpen én sejtettem, hogy a főnököm így gondolkozik róla. Értem, mondom. És aludni tudtál? Hát nem aludtam 3 éjszaka. De nem döbbentett meg, ugye? Hát de azért megdöbbentett. De mi történik itt? Van egy vezető, aki teljes mértékben leválasztotta a fejéről a testét, nincsenek érzései. Benne van egy légüres térben, ahol az agyával 5%-a körülbelül a balagyféltek és működés a teljes emberi kapacitásnak, így megpróbál jó vezetőként működni, fejleszteni, elég magasra eljutott, és belekerül egy konfliktus szituációba, ahol tipikus hatalmi játszma jön létre. Mi a hatalmi játszmának ebben az esetben a lényege? A főnök nem mondja meg, de érezteti. A vezető érzi, de nem megy oda. Kerülgetik egymást. Mondom, te mi van olyan helyzetben, amikor úgy érzed, hogy így szorul a hurok? Beülök a számítógép elé, és mással foglalkozom. Értem. Tehát tulajdonképpen a hatalmi játszmának a lényege az, hogy a főnök megfélemlíti a beosztottját, nem direkt módon, finom eszközökkel. Egyébként egy nő a főnöke. Nem tudom, számít ez valamit? Azt gondoltátok, hogy fiú? Nők is képesek ilyesmire. Tehát megfélemlíti, és mit csinál a vezető? Folyamatosan gondol arra, hogy mi lehet a főnökön fejében. Tehát nyomja magából az energiát a gondolással és a félelemmel a vezető felé. Tehát leszívja az erejét, az energiáját azáltal, hogy félelemteli módon folyamatosan azon pörög, hogy vajon a főnököm hogy gondolkozik rólam.
Ez egy tipikus energiarabló, meghatározott, alulrendelt hatalmi játék. A szereplők nincsenek tudatában. A főnök nem gondolja magáról, hogy ő hatalmi játékot játszik, a vezető szintén azt gondolja, hogy hát ő csak racionálisan meg akar felelni, mert az érzéseiket már mindketten levágták magukról. És ez a döbbenetes. A játék mindig arra irányul, hogy én kontrolláljam a helyzetet. Lehet, hogy azért, mert kiskoromban nagyon kihasználtak. Lehet, hogy azért, mert volt egy olyan anyám, aki folyamatosan veszekedett, bedarált, vagy bármi ilyesmi. Nagykoromban azért jónak látom, olyan partnert keresek, akit én irányíthatok. Mindegy, hogy mi az oka. Tehát a lényeg az, hogy vagy olyat keresek, aki jéghideg, tehát nem is jöhet létre a birtoklás. De érzelmi kötődésem. Mert attól félek. Tehát az a lényeg, hogy valamilyen sérülést elszenvedtem, és ezt a mintázatot megpróbálom elkerülni. Az ellentétét próbálom csinálni, ami ugyanaz tulajdonképpen csak másképpen, mert kötődöm a helyzethez. Tehát nem jön létre minőségi változás. Van, akinél ez a biztonság, van, akinél ez a pénz, a birtoklás, van, akinél másképpen jelentkezik, de az a lényeg, hogy menekülés az intimitástól. Miért? Miért nem alkalmas intim helyzet létrehozására az, aki masszív hatalmi játéktérben van benne hosszú időn keresztül? Mit gondoltok? Mert elárulom, nem alkalmas. Azért, mert az intimitásban olyan közel vagyok a másikhoz, hogy nem tudom kontrollálni. Bármi megtörténhet, és az félelmetes. Tehát az intim közelséget mindenáron el kell kerülni, mert a közelségből már nincs hatásom arra, hogy mi fog történni. Történhet velem valami olyasmi, ami kiszámíthatatlan, kockázatos. Ezt jobb elkerülni. Pedig, és ez a lényeg, az élet mindig a legjobb lapot dobja fel neked, ha megengeded, hogy az kibontakozzon. De ez a káoszon keresztül vezet. Hát az intimitás egyenlő a káosszal, a relatív káosszal. Túl közel kerülök valakihez, egy helyzethez, egy szituációhoz, amit már nem tudok birtokolni, ott megjelenik a káosz lehetősége. Ez olyan, mint egy ilyen örvény. Bevisz és kidob, de nem tudom, hogy hol. És közben halálfélelmem van. Mi fog velem történni? Hát eddig verte a férjem, azt már megszoktam. Most miért menjek egy másik helyzetbe? Hát ez lehet, hogy még rosszabb lesz ennél is. Ismeritek ezeket. Tehát hozzá lehet szokni minden rosszhoz. Tehát az intimitástól való félelem az azt jelenti, hogy menekülök azoktól a helyzetektől, ahol a káosz, az kontroll elengedésének a lehetősége megjelenik. Viszont ezekből a helyzetekből lehet csak előre lépni. Mert ahol nem én irányítok, hanem az élet feldob egy lapot, az mindig a legjobb lap. Ez az én meggyőződésem. Mindig a legjobb történik. Ha elengeded az irányítást, mindig a legjobb történik veled. Ha belemerészkedsz egy olyan helyzetbe, aminek bizonytalan a kimenetele, akkor mindig a legjobb történik veled. Ez az élet legalapvetőbb törvénye szerintem, de nem erre vagyunk kondicionálva, hanem arra, hogy beleragadjunk a földbe, belekapaszkodjunk a fákba, növényekbe, bokrokba, emberekbe, megpróbáljuk a biztonságunkat fenntartani. Ez a legerőteljesebben belénk írt megkapaszkodási ösztön. Hát ezzel szemben menni elég nehéz. Hogyan lehet megtörni ezeket a játszmákat? Az első, felismerem, hogy vannak félelmeim, és ez nem teljesen evidens. Mindenkinek vannak félelmei, de nem olyan egyszerű ezeket felismerni. Lejön hozzám egy másik vezető, és mondom, miért nem adtál egy hiteles visszajelzést a beosztottadnak?
Mert féltem, hogy elbizonytalanítom, mondja. Mondom, nem attól félt, hogy elbizonytalanítottad. Attól félsz, hogy nem tudod, hogy mi lesz a következménye. Saját magad félted, nem a beosztottad. Ez olyan, amikor elmegy valaki bunyózni, és azt mondja, én nem ütlek meg, mert félek, hogy túl nagyot ütök. Hát senki se attól fél, hogy túl nagyot üt. Hát hogy utána kap egy nagyot, ugye? Aki lejön bunyózni, ez mindig azt mondja először. Nem akarok nagyot ütni, mert félek, hogy túl nagyot ütök. Tehát tulajdonképpen, hogy vannak félelmeim, ennek a felismerése, ez nem evidens. Az, hogy belépjek a félelem zónájába, ez nem egyszerű. Hogy a káoszt megengedjem magamnak, amikor elragadhat valamilyen folyamat, aminek nem tudom, hogy mi a végkifejlete, ez nagyon nehéz. De bármi megtörténhet, hogyha hagyom. A végén kicsit rövidebben beszélek, mert hát, ha van még kérdés, akkor megpróbálok válaszolni. Jön egy újabb film jelenet. Mikor beszélek, és nem figyel arra, amit mondok, felhúzza a szája szélét. Valamint mulat, de nem rajtam. Mi az? Szórakoztató dolog. Kevés dolog szórakoztatja, tehát könnyen kitalálom. Egy méltó ellenfél? Valaki átverte magát? Ebben csak az a szomorú, hogyha a hölgy hasonlít önre, nem tudja, mit veszít, amíg el nem veszíti. Tulajdonképpen a játszma elengedése az félelmetes, mert nem tudom, hogy mi lesz utána. De ha nem tapasztalod meg, ha nem vállod a kockázatát, akkor tulajdonképpen soha igazából nem fogsz fejlődni, és nem lesz a tiéd semmi. Tehát ez a paradox igazság, hogy csak az lehet az enyém, amit elveszíthetek, aminek megengedem a változását, hogy nem úgy fog megmaradni mindig, ahogy én szeretném. Csak az lehet valójában az enyém, egy húzó erő, a változáson elősegítő. Köszönöm szépen, ha van valakinek kérdése, szívesen válaszolok. Ha tudok. Jó. Van-e valakinek gondolata, amit megosztana ezzel kapcsolatban? Vagy olyan kérdése, ami egy foglalkoztató, hogy megérintette, míg beszéltem? Parancsolj! Ha felismered, hogy egy játszmában vagyok benne, igen. A másik nem akar kilépni. Hát a másik általában nem akar kilépni, tehát az a történetnek sajnos ez a nehézsége, hogy én felismerem, ő nem biztos, hogy felismerte. A lényeg az, hogyha mondjuk ebben a játéktérben vegyük ezt a vezetőt és a főnökét, ahol 8 oldalba leírja, hogy mi a problémája, de azt nem mondta ki soha előtte, csak elküldte coachingba. Hát ezt hogy lehet ezt megtörni, ezt a játszmát? Hát nem egyszerű. Oda megyek és beolvasok neki, hogy te játszmázol velem, az biztos, hogy sajnos nem fog eredményre vezetni. Ha ő felismert, hogy egy játéktérben van, ahol viszonyul az adogató partnerhez, és követi ezt a megfélemlítő, lassan kiherélő játszmát, akkor neki van esélye, hogy megváltozzon. Én a következő tanácsoltam neki, hogy meg tudod törni ezt a játszmát, figyelj, annak szerintem nincs értelme, hogy odaállj el és elmondta, hogy figyelj, ez borzasztó, amit csinálsz. Minden héten volna egy órás meetingetek, ugye? Igen, már elmaradt 2 hónapja. De amikor van, akkor hogy zajlik le?
Hát beülök, és akkor a főnököm beszél, én néha mondok valamit, vagy kérdezek, és ő végigbeszél. Hát mondom, ez így beleillik ebbe a játékba. Mondom, ha azt el tudod érni, hogy rendszeressé teszed újra a beszélgetéseket, és el fogod neki mondani, hogy most nem az lesz, hogy 90%-ig ő, és 10%-ig te, hanem megpróbálod érvényesíteni azt, hogy neked is van mondani valód. Akkor szerintem létrejöhet egy lassú kapcsolódás. És azért nem gyors, mert ugye egy ilyen masszív játszmát széttörni egy pillanat alatt nem lehet. Viszont az nem lenne jó, hogyha most megtörne az egész kapcsolat, és azonnal mindenki menne jobbra-balra. Tehát időt kell hagyni annak, hogy létrejöjjön valamilyen szinten újra a valódi kapcsolódás lehetősége. Ha ez nem jön be, és nincs rá mód, akkor el kell engedni. De ezt meg kell próbálni. És ezt a vezetőt a félelem tartotta vissza attól, hogy ezt a helyzetet létrehozza. Mert neki már sokkal egyszerűbb volt az, hogy nincsenek meetingek. Legalább nem baszogatja senki. Igaz, hogy megfélemlíti másképpen, de nem kell szembesülni. Tehát én azt gondolom, hogy a belépés, a létrehozás, az újra teremtés értelmezése egy helyzetnek, ezt meg kell kísérelni, és hogyha mindent megtettél, és még mindig nem működik, akkor marad az elengedés. Nem lehet mindenkit megváltoztatni, ha ő nem akar változni. De ahhoz meg kell tenni egy nagy csomó dolgot. Van még? Parancsolj. Hát a játszma felismerésének az egyik módja, hogy ugye itt ennél a idősebb emberek beszélgetnek a vízben, az a felismerésnek az lehetne módja, hogy az a három ember, aki hallgatta a meghatározott, az lemerül a végére. Az, aki pedig leszívta az energiájukat, az egy kicsivel jobban fogja érezni magát. Nem tudatos, hanem tudattalan, de a lényeg a figyelem begyűjtése. Annyit beszélek, hogy te ne juss szóhoz. Létrehozom azt, hogy már ne legyen kedved megszólalni. Megfélemlítelek, vagy direkt módon, fenyegetéssel, vagy finom módon létrehozom azt, ahol már nincs kedved megszólalni. Na most Don Corleone-t nem hiszem, hogy ki lehetne zökkenteni a játszmájából, mert akkor összedőlne a cég alatta. Tehát azt fent kell tartani. A saját életünk játszmáit szerintem úgy lehet megváltoztatni, hogyha felismerjük azt, hogy a kapcsolódásban valahogy nincs meg az életszerűség és az élményszerűség. Egy ilyen rossz kapcsolódásban soha nincs élmény. Érzelmi érintettség soha nem jön létre. Mindig racionálisan követem a mondani valót vagy a helyzetet, de érzelmileg nem vagyok érintve. Tehát mint egy kívülálló veszek benne részt. Ott, ahol ez az érzelmi háttér hiányzik, ott valószínűleg a kapcsolódás az nem teljesen életszerű. Nincs benne a folyamat, a megújulás lényege, tehát ott nincs benne egy ilyen minőségi változás lehetősége, és ez mindig az érzelmeken múlik. Ahol érzelem nélküli, irányított és nagyon hasznossá válik csak hasznossági elv szerint a beszélgetés, szerintem ott valami hiányzik. Köszönöm szépen, nincs több kérdés.